Na szavasztok srácok, üdvözlöm mindenkit a leges legújabb vlog videóba. Pont most kellett befogják. Amiben is jelen pillanatban aratjuk itt a búzát nagyba. Bátyám a kombányos. Én kijöttem a John Deere-ra, plusz egy 5 tonnás román polkocsival. Ilyen itt a búza. Gyönyörű. Nagyon szép. Kicsit fellepte ez a sejem fűszerűséges gaz. De attól függetlenül a búza az nagyon jó benne, ilyen szép kalászos. Hát egyenlőre olyan tonnákat nem tudom még mondani. Ez egy olyan 2 hektáros parcella. Innen már leürítettünk 6 tonnát. Plusz mindjárt megint félig vagyunk. Ha végzünk, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy nagyjából hány tonna jött le róla. Biztos 6 tonna feletti búzáról beszélünk, de látszik is, hogy ott gyönyörű. Jövök is már utána, mert nem érem utahol. Azt beülök a fülkébe, mert igen. Nézzétek meg, milyen szeskázások vannak itten. Legszívesebben most csinálnák egy jó videót, de mint mondtam, ugye nincs időm videózni, így amikor van egy fél óra szabad időm, ilyenkor vlogolok, mert ugye jelenleg apja hordja a búzát, én meg itt vagyok bátyámmal, hogyha véletlenül nem érne ki, akkor engedjük a nagy remolkára. De eddig még nem volt vele baj, mert ugye vagy 2 kilométerre hordja, így szinte mire telő vagyunk, vissza is ér. Volt, hogy már ide kijött. Még most kerüljük az első. Ha felérünk a túlsó végére, akkor lesz egy kerülés. Ott már szinte megint fényig van. Úgyhogy bőven 6 tonna feletti búza. Ez itt jelen pillanatban. Kicsit bejövök, csak a zenét. Hát itt olyan zenélések vannak, hogy ember feletti. Szavasztok, srácok! Itt van bátyám nagy pilóta. Szevasztok! Ezt a törőközet ide elhajtom, mert nem... Vágjuk a búzát már a harmadik nap. Azt gondoltuk, hogy csinálunk itt egy vlogot nagyba. Hát úgy látom, ahol ebben a táblában a 220-os tábla, kérdezik a 20-ára is. Itt majd 8000 kiló felett fogunk érni, úgy látom, mert olyan búza van. Igen, azt mondtam, pontosan érzétek, hogy nem akarom elmondani még, hogy mert nem tudjuk, hogy pontosan hány tonnával jöttünk ki még. Egyelőre elvitt apja már 6 tonnát, de még ahogy vártuk le még felé. Most kerüljük a negyediket. Azt mondom, most kerüljük az elsőt, és már megint jó. Az első került Csigánál. Azt már Csigánál vagyunk. Már ki is gyúlt az üdítő, már... Én nem is kerültem egyet. Félig vagyunk jelenleg. Van benne ez a sejenfű, de feljött a sok esővel. De ez könnyen átszalad rajta. Egy kettessel alatt. Láthatjátok. Engedett neki bátran benne. Bírja. Meg van feküdve. Bírnám egy gyorsabban is, csak nem akarunk gyorsan menni annyira benne, mert... Andi nem is érkezik hordani. Nem érkezik hordani, meg inkább lassabban azt jobban kiveri. Ott a JBL, azon megy a zene, mikor itt unalom van. Nem kellett a rádió. Na, aztán amikor végzik, akkor meg tudjuk mondani, nagyjából hány tonna lett rajta. Így van. De addig most hiába mondunk, hogy 5-6-7-8 tonnás, majd a legvégén meg tudjuk mondani. Csapottak egy lájkot, iratkozzatok fel. És lájkjátok be a Facebook oldalamat, meg csatlakoztál a Danócsabiba. Oda mindig kikerülnek a vlogok, hogyha vannak, meg videók, meg mit tudom én. Ott mindent lehet látni. Ugye aki új az egy, lehet mondani, hogy Glaszom a 76-os, 4 méteres pákoasztalra, szecskázó, jelenleg dolgozik is. Mert látosátok, alig mire szél fúrni, olyan szalma, annyit el kell dolgozni, hogy ugye még délelőtt vagyunk, délelőttbe. A dobfordulat 1200 most. 1200 a dobfordulat. A vízhőmérséklet még felülnél sincs. Pedig megállás nélkül mentettünk még. Úgy néz ki, hogy minden jó. Tegnap már 9 órakor bátyám elkezdte az aratást, egészen
este 7-8 óráig. Vágtam 7,5 hektár kötikálét, utána 20-at. 5-6 hektár. Ó, olyasmi. Úgyhogy tanap olyan 8 hektár lement. De még ment volna estig, nagyon sok este, még 7 órától. Volt egy kis eső. Lássa, milyen a búza itt. Átadja a kamera, hogy olyan búza van. Kamera csiga, a csiga van dobó ember. Már nézzétek meg, hogy fel van a búza. Én most meg kintről nem inkább. Nézzétek meg, milyen búza van itt bent. Tele az egész gyomra bele. Meg se csöbben adom. Azt ilyen sebességgel vegyen benne. Meg, hogy 4-5 kilométerre. A dob meg se csőröd. A víz mondom, még felé sem megyen fel. A dob nem marog. Rosszát ugatóan jó vannak állítva. Én állottam be. Nem szaur. Tisztán szedjék. Egy kicsit felveszi, most látják a fejére, hogy... Ha csak így akarok. Képe csak jó. De mindjárt majd nézegetem én. Jó, ugye kamera? Így jó. Forul, a vesztés. Látom, meg be van tekni, nem tudom, lássátok ki. Ugye az a GoPro kurva nagy a látószöge, már bocsánat. A nagyon-nagyon látószöge, és nem tudom, hogy adja át. Kombának a motor, ez a Mercedes, OM3, megy 22-es, 332-es. 120-125 lóerős. Némintes vágóasztal, ugye már volt a Zemló. 1200 napforgatom, a szél meg olyan 850-900. A hordás jól megoldva jelenleg, hogy Fatel hordja haza. Ugye nincs messze, másfél kilométer. Talán meg a 5800 ember itt van kint, nagyra murkálva. És ha legalább nem érkezne vissza Fatel, akkor addig arra teszem, hát milyen búza van itt helyi. De azt mondja, hogy van még pedál az ég utánam. Hát mondom, hogy másfél kerül is, gyurig van, jön ki a motor átadőre. Dugi. A 3200-3400 kiló van benne olyankor. Fejre be rendesen. Az asztal nem nagy. Egy ötlátás kombány lenne, ugye ezzel a motor elbírna egy ötlátás is. Én például 96-os vagy 88-as, nem is tudom, 86-os. Az ötládása gondolom. Na, Gyulad. De akár milyen domb van, inkább elkapol, mint meg vacsúszol a variátor szív, vagy valami, ugye variátoros. Innen kezdenek mindent, itt van a sebességek. De emelem az asztal, hogy hívják már? Behordó, kerék, hogy mi az, miért tudjátok. De a búza exotik, 37 hektár exotikunk volt vetve. Mint exotik, ugye betegy magunk is az mostan. Már vagy 3-4 éve folyamatosan ezt vessük, mert elég jó a minősége is, sikértartalom minden, és kicsi búza. Az idején is, amíg ilyen nagyfajta búzák mind a földön van. Ez még elég jó bírálásátok, talpon áll. Szépek a kalászok, könnyen át lehet dolgozni, nincs olyan sok szalma. Ugye, mint egy mennyitere szalmába kínlódol. Itt meg most adod neki. Ugye, aki jó kombányos, fog közben egy út. Tudja, hogy egy gomba akkor dolgozik jól, amikor tele van az egész bele. Az asztal egy fesz, ezt fesz adok olyan neki. Nem, hogy röfög. De kemény búzenbe. Akkor azon megyen befele a búza, jó asztalbeállítás is. Mint ez például, tegyen át csigára. Akkor megyen jól, amikor a dob szépen morog, dolgozik. Hallik, hogy darál. Nem vélek a végítő. Ez van, hey. Egy kerül is 3000 kiló. 4 méteres asztallal, körülbelül 250 méter hosszú az a fő. 8000 kiló bűvő felett vagyunk. Nem tudom, a kamera nem adja, de olyan búza, hogy
Igen, mert tele van a selfie-vel, sok helyet nem úgy látszik. Igen. Kalász hátán. De a sok eső miatt, mert annyi eső volt most, nem? Igen. És kövér ez a fő. Ebben a főbe akár mit vetünk, az ebben mindig jó. Kukorica, napraforgó, hálás egy fő is. A búza tavaly előtt volt benne. Arról is van tavaly, videó. Igen, arról volt a videó. Akkor is 8000 kiló körül volt. 7800 kiló. Most még jó. Most még jó. Utána a napraforgó tavaly, most megint búza. Most repüzel össze szerintem. Olyan dolgot tud ez a főt, hogy ez hihetetlen. Nekem ez tele a bunkeremben, tele van. Érted, tele van. Azt kell még sem mondni. Abba még meg borítsa. Ez hiába, nem győzi. De kéne még két kordós ember. Megmondom nektek, hogy egy... Azt mondja, hogy ezt ilyen helyen a traktor nem bírja. Ilyen némelyt, ez azt mondja, jó kombás, úgy tudja se perni, hogy ez hihetetlen ember. Ilyen búzába. Hihetetlen, amilyen kombány. Érted? Hát nézd meg, hogy megy el. A kerék szabályosan forog ember gyorsan. A dob olyan szépen dolgozik, hogy jól fülnek, érted? Úgy dolgozik benne. Én szerintem a klasszkombány az egyik legjobb. Nem tudom. Hát... Én, hogyha megkérdeznék a John Deere, a klassz, szerintem a klassz. A John Deere is jó, nagyon jó, de a klassz... Klassz. A gombában beérzetlen a klassz. Az egész kialakítás megoldása. 5 km per órával megyünk, 5-6. De ott van, 5 km-re megy ember benne. Most jelenleg 5, de holnap nem most 6-né. És full asztal a hely, és majdnem földgyűvelet pálya, szecskázom, minden megy el. Minden. Az átlagon a 5 km per óra. A víz félig van, né? Kerek félig. Átlag 5-t elkeverem nekem a saját fűzős, gondos, minden sípe. Engedjünk te bele a nagyra. Tele van, elmutom a kamerának. Tele van ember eszem. Hú, ember feletti. Egyet kerüljünk egy srác. Álljunk a traktorra. Leszek a mellette. Ugye srácok, egy like-ot csapjatok. A csatorna hagy zöngjön. Ez a videó fel fog kerülni hamarosan. Jelenleg a telefonom tele van a forra. 17-e van péntek. Mentjük a menthető gőzerővel. A kombánynak ez a 4. szezonja nálunk. 3 csapácsere volt, 2 cím, 4 év alatt. Évi 50, hát nem 50, 78 hektár. Nyom le. 3 csapágy, 2 cím. Ennyi. Olajcsere, ilyesmit tudjátok. Nem tudom, hogy kicsit teszünk rá belőle, mert kimegyen érte, megmutatom nektek. Nézzétek meg, gyertek. Itt van. Jön ki a tetejére. Nem törő a szemet, gyönyörűen megyen. Gyere még! Jó! Van benne zsák. Hey! Kapcsolj már a villogót, hey! Kapcsolj már a villogót! Villogót! Vettem a traktor egy jó kis villogót, nézzétek meg! Háj de zsír! Ugye milyen jó, de ilyen hely, kettő kell rá! Tegyünk rá valamennyit, ha menjek, haladjunk, ne álljak! Engedettem, így 500 kiló! Fordulj vissza! Kapcsolunk egy csíplést. Ugye tudjátok, hogy mi csoda. Itt a gáz. Húzottam először jelentem félig, utána jön neki. Ne egyszerű vagyok rá a gáz. Kettőssel ülünk neki tele is, kettőssel. Ugye az a lényeg, hogy mikor indulsz, egy kicsit variál, kell a szíjat, mert ne csúszom meg. Másképp megcsúszik.
húzza jó igaz bár, de jövő hétre emlegetve csapadékot, úgyhogy egy nap eső, egy nap jó idő, egy nap eső, így megy egész hét, jövő hét. Én nem akarnám, hogy kicsirázzon a búza, meg még jobban lefeküdjön, mint lássátok, mert leteszve a föld is kicsirázik, hetes esőt ül, és ezért muszáj nyomatni. De nem bírja, bármában kibukik. Annyit kér pedál, az a csauró feje, nem van, tanulom a válság egymás. Minden megyek egy 5 hektáros táblába. Na, majd lássuk, hogy milyen lesz. Mindenkinek jó varratást, így a videó közt. Nem tudom, hogy felejtem, milyenek a búza termések.
látszik, hogy lájkolt, lájkolt, csapjatok! Like by beach! Te mit felejtom még, hey! Aja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 j
A kazák fényesek helyé csiga is. Most menjen jó kumba, amikor fényes minden része. Bele is át van járva. Lefényestek a hasroska minden. Hadd dolgozzon. Egyszer van állítva, esetleg estére, meg reggel szoktam a dobon egyet nyitni, meg egyet zárni. Ugye akkor szoktam zárni, amikor még nedvesebb. Jobban verre ki, amikor már száraz, mondjuk díj, legyőre fel, akkor nyitok rajta egy kicsit. Akkor már kiveri. Felhordó,
egyébként a kertelmet. Sárcok, meg jelenkezünk, lehet, hanem akkor lájkot, csapatok, feliratkozást, Danó csatorna. Sokan ismeritek, aki újabb, azok tekintsék meg több videókat is, van itt sok minden, mindenféle. Úgyhogy addig is hallgatjátok, majd ha jelenkezik, akkor még be lesz vágva, hanem akkor így marad. Úgyhogy szevasztok, jó létek, jó kitartás, és jó termés. Hello! Na srácok, itt vagyunk a végén, én most már lássuk a végén, még lejövök azt annyit. Ilyen 8500, 8700 kilóval jöttünk ki, ezen úgy látszik. Srácok, ennyi lehet ezek is vlog videó, majd egy találkozunk a következő részben. Megint Dani vagyunk. Addig is jók legyetek, csapatok egy lájkot, kitartást, jó munkát, jó aratást, kinek mit. Úgyhogy szevasztok!